Ma két levelet fogalmaztam meg a szocialista frakciónak a nevében. Az egyik a legfőbb ügyésznek szól. Mit tesz az ügyészség a trafikügyben? A mi jogi megítélésünk szerint a kiszivárgott információk alapján, ami arról szól, hogy fideszes képviselők döntöttek tulajdonképpen különböző körökben a trafikpályázatoknak a sorsáról. Ez kimeríti a hivatali visszaélés és a befolyással üzérkedésnek a bűncselekményi tényállását. Ebben a tekintetben a legfőbb ügyésznek feladata a vizsgálódás, akár hivatalból is elindíthatta volna ezt a vizsgálatot. Arra kérjük a legfőbb ügyész urat, hogy jelen levelünket tekintse ismeretlen tettes ellen benyújtott feljelentésnek. A másik levél, az pedig a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT vezérigazgatója részére íródott Gyulai Zsolt úrnak. Három kérdést tennénk föl vezérigazgató úrnak, hogy az ügyet lehessen tisztázni. Az első kérdés úgy hangzik, hogy kik voltak a bírálóbizottság tagjai, kik delegálták őket, és milyen szakmai ismerettel rendelkeztek a témát illetően. Tehát szeretnénk tudni, hogy ez az eredmény, ez honnét jött ki, kik voltak a bírálóbizottságnak a tagjai, és milyen szakmai önéletrajzzal rendelkeznek, hogy jogosultak voltak ennek a témának a bírálatára. A második, hogy kapott-e politikai iránymutatást a vezérigazgató a pályázatok elbírálásához, és amennyiben igen, kiktől és milyen formában kapta ezt az iránymutatást. És a harmadik pedig, hogy meg szeretnénk kérdezni a vezérigazgató urat, hiszen az egyik fideszes képviselő tulajdonképpen visszautalta ezt a kérést az ő jogkörébe egy sajtó reakcióban, hogy nyilvánosságra kívánja-e hozni a pályázatok bírálati lapjait. Nem csak a pályázati feltételekben történik változás, és ahogy halljuk, a legutóbbi változás még nagyobb eltérést javasol a miniszterelnök, hiszen most már nem 10%-os, hanem 12%-os árrést akar, ami még egyszer hadd ismételjem, alapvető pályázati feltételt ír át. Ezek azok a tények, ami alapján a szocialista frakció még egyszer felszólítja a kormányt, hogy érvénytelenítse ennek a pályázatnak az eredményét.